Itt vagyunk Budaörsön, a Farkasréti út 2 tanodában, és itt valami óriási munkálatok vannak, kezdődtek. Miről is van itt szó? Gyakorlatilag arról van szó, hogy itt jelen vagyunk, mint vállalkozás az IKEA, és keresünk a helyi közösségek támogatásának lehetőségét, és az elmúlt évben lehetőséget kaptunk arra, hogy gyakorlatilag kapcsolatba lépjünk a tanodával. Megtetszett a tanoda munkássága, és úgy látjuk, hogy ugyanazt a célközönséget próbálják kiszolgálni és támogatni, akik számunkra is nagyon fontosak, ezért segítettünk nekik abban, hogy az átköltöző tanoda az új helyszínen már olyan körülmények között tudja fogadni a gyerekeket, ami a legideálisabb lehet nekik, ezért új bútorokkal ruháztuk be ezt az épületet, és most az önkéntes csapatunk dolgozik azon, hogy ezek minél jobban a helyükre kerüljenek, és be tudják tölteni a funkciójukat teljes egészében. A közös együttműködéstől mi várható? A közös együttműködéstől azt várjuk, hogy mikor megnyit az új helyszínen a tanoda hivatalosan, akkor a gyerekek már teljes egészében egy olyan környezetbe tudnak bekerülni, ami nagyon kényelmes, komfortos és kiszolgálja az igényeiket a tanuláshoz és a tehetségfejlesztéshez, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is tudjuk építeni velük ezt a kapcsolatot. Miért fontos az IKEA-nak, hogy támogasson Budaörsön egyesületeket és alapítványokat? Számunkra itt az IKEA-nál a kezdetek óta fontos, hogy szebb hétköznapokat teremtsünk az emberek többsége számára, ami azt jelenti, hogy próbálunk változást elérni, és ez nem csak azokra a vásárlókra, emberekre vonatkozik, akik megfordulnak az IKEA-ba, hanem nagyon fontos számunkra, hogy azon a környéken, azon a területen, ahol az IKEA jelen van, ott változást tudjunk elérni, és segítsük a hátrányos helyzeti rászoruló embereket, ezért is keressük és dolgozunk együtt helyi non-profit szervezetekkel, hogy változást tudjunk elérni. Alapvetően az IKEA-nál azon dolgozunk, hogy jó partnerségeket alakítsunk ki, és felépítsük azt a bázist, akikkel a jövőben együtt dolgozunk az általunk meghatározott fókuszterületeken. Így azt tudom mondani, hogy az IKEA weboldalán kapcsolatba tudnak velünk lépni, de már van egy nagy bázisunk, akikkel elkezdtünk dolgozni, és azon vagyunk, hogy minél jobb eredményeket és változást tudjunk elérni itt Budaörsön is. Itt nagy munkálatok vannak, az IKEA bútorokat mosztralik össze, láttuk. Körülbelül mikorra nyílik, mikorra várható a nyitás? Tulajdonképpen egyszer már megnyitottunk, de pont azért, mert voltak még kisebb műszaki problémák, illetve kaptunk egy halombútort az IKEA-tól, teljesen ingyen egyébként, és ezeket össze kell szerelni, a kisebb műszaki problémákat rendbe kell hozni, tehát ezért picit elhalasztottuk a nyitást, úgyhogy jövő héten, tehát ez azt jelenti, hogy május közepén nyit újra a budaörsi tanoda az új helyen, a Farkasréti út 6/A szám alatt. Itt ebbe a tanodába milyen programok várhatóak, mit kapnak itt, és kiket vártok ide? Természetesen továbbra is működni fognak a hagyományos programok, tehát ez azt jelenti, hogy a legfontosabb tevékenységünk maga a tanoda, tehát oktatás, képzés, korrepetálás, gyerekek felkészítése vizsgákra, ez továbbra is működni fog, de ezen kívül egyébként, amikor átköltöztünk ide, illetve már előtte megterveztük azt, hogy milyen új programjaink lesznek, most ezek közül néhányat felsorolok, ilyen a Budaörsi Nyitott Kórus program, ez azt jelenti, hogy bárki bármikor csatlakozhat a tanodának a kórusához, ami most már ugye Budaörsi Nyitott Kórus néven fog működni, illetve van utazó zene és tánc pedagógus programunk, ami az egész országban működik, és járunk az országba, és különféle fejlesztő programokat szervezünk általános iskolákban a népzene és a néptánc segítségével. Van digitanodánk, ami folyamatosan működik. Ez egyébként a Covid idején jött létre, mert akkor ugye nem jöhettek hozzánk gyerekek, és akkor online, digitálisan segítettük a gyerekeket. Lesz tanoda tánciskola, ahol a klasszikus balettől a néptáncokig a mindenféle táncokat fogunk tanítani gyerekeknek, és hát nagyon-nagyon sok más programot fogunk még indítani itt az új helyen. Milyen korosztálytól lehet jelentkezni? Maga a budaörsi tanoda, tehát ahol képzés, oktatás, korrepetálás folyik, ott elsősorban általános iskolás gyerekeket várunk, de vannak nálunk egyébként középiskolás gyerekek, és időnként megfordulnak olyan fiatalok is, akik a felsőoktatásban tanulnak, hiszen felkészítjük őket, segítjük őket abban, hogy le tudjanak vizsgázni. De ezen kívül természetesen tényleg vannak meglepetés programjaink, ilyenek például a nyári táborokat, napközis nyári táborokat fogunk szervezni, illetve zene oktatás is van az intézményünkben, és várjuk továbbra is azokat a gyerekeket, akik gitározni, dobolni, különféle ritmus hangszereket akarnak használni, illetve lesznek nemzetközi programjaink, nemzetközi ifjúsági csereprogramokat fogunk megvalósítani. Most elsősorban Németországra koncentrálunk, itt van lehetőségünk arra, hogy elvigyük a fiatalokat színházi és különféle kultúrális
kulturális programokban részt venni. Ez viszont egy nagyon-nagyon koncentrált és nagyon-nagyon megszervezésre váró program lesz, de természetesen ez is nyitott, és várjuk az érdeklődő fiatalokat. Főleg általános iskolás gyerekeket fogunk várni, körülbelül 30 fős létszámmal tudunk itt kényelmesen, nyugodtan mozogni. Lesznek tematikus táborok, ez azt jelenti, hogy néptánc és klasszikus balett tábort fogunk szervezni, illetve lesznek úgynevezett kevert programú, szórt programú táboraink is, ahol a kézműves foglalkozástól a vetélkedőkig, a kirándulásig, a mindenféle más jellegű nyári tábori programokat fogunk megvalósítani. Ezek napközis táborok, tehát ez azt jelenti, hogy délelőtt 9 órától délután 4-5-ig várjuk majd a gyerekeket, jelentkezés alapján természetesen.